Hallgassák a strófát. Félnótások nyomják oly sokat a nótát. Videó is készült, részfugor a helyük. Riporternek is már jól forog a nyelvük. A felvonulás mellett különböző színes programokkal is várták az érdeklődőket Dunakömlődön a Szüreti nap alkalmából. Többek között kiállítás nyílt a faluházban az elmúlt 17 szüret pillanatából. Az eseményt a helyi óvodások műsora nyitotta. Utánuk pedig jönnek a sorban a fellépő néptánc csoportok, míg el fog menni a felvonulás a szokásos szabadságúti fordulóig, addig is itt van a faluház előtt műsor folyamatosan. A viola néptánc csoport, utána fog jönni egy harmonikásunk, a Faragó Attila, aztán fel fognak lépni a csillagsósok, és a végén pedig a paksi nemzetnémet csoport fog föllépni, és aztán eredményhirdetés, aztán egy bor, dal és ünnep, egy ilyen szüretes műsort fognak látni a közönség, és 6 órakor pedig a tűzvirág fogja zárni a műsort, aztán este pedig bállal fogjuk befejezni. A rendezvény évről évre színvonalasabb, a szervezők mindig törekednek az újításra. Már harmadik alkalommal keresték a szület legfinomabb lekvárját, húglófját, valamint édes és sós süteményét. A zsűri az értékelésnél főként azt vette figyelembe, hogy a beküldött ételek ízvilága valamilyen módon kapcsolódjon a szürethez. Ami tényleg úgy gondolom, hogy minden zsűritagnak egyöntetően a legjobban ízletesz, pedig a francia mákos volt, ami szintén egy igen időigényes sütemény. Több összetevőből áll. Itt egyetlen egy észrevételünk volt az, hogy a mákot egy kis citromhéjjel, hogyha megbolondította volna, az előnyére vált volna. Javasolnánk, hogy összesnek, hogy a következőt próbálja ki így. A sós kategóriában egy sajtos diós rúd lett az első, a lekvárok között pedig egy vörösboros étcsokoládés szilva szerezte meg az első helyet. Illetve a kuglófoknál egy töltött túrós bizonyult a legfinomabbnak.